kellemes szombat délutánt, mivel mindenki a meleimbe volt elfoglalva, szeretnék most egy összefoglalót tartani, mint informatikai szakmérnök, jó? Én szoftver, hardware, stávközlés technikai szakmérnök vagyok, jó? Tehát én mérnök közgazdás vagyok, a mérnök rész az informatika. Tehát van itt egy kis félértés. Van ez az Android, meg ez a Lite, vagy LTE, vagy nem tudom micsoda, most nevezik el. Két operációs rendszerük van, mind a kettőt P és S programnyelvbe fogják fejleszteni, nem jön, hanem az amerikaiak. Nekünk ez egyébként nem kell, én sem fogom használni. Rendes mobiltelefonunk lesz. Ha videót szeretnénk készíteni, akkor én jó magam is majd videokamerát kell, hogy vegyek. Jó? Tehát visszakerülünk a normális kerékvágásba, mert itt akkora káoszt csináltunk az interneten, hogy összeomlott az egész rendszer. Aki követi az Instagramon a profilomat, hogy kiket követek, egy csomó mindent meg szoktam osztani, ott tartunk jelenleg a weboldal fejlesztésbe. Jó, tehát vissza fogunk térni, írtam a HVG-n egy csomó fiatal embernek, nyugodtan vitatkozzak, hölgyek is, csak a hölgyek mást írnak, nyugodtan vitatkozzanak az egész kialakult helyzetről, jó? Tehát nincs olyan, hogy IO, mert elmegyek egy másik videóba, a sok darab 1-es és sok darab 0 azért IOS, mert sok darab 1-es és sok darab 0, ez a binári, de azt mindenki tudja. Nem kell ezzel foglalkozni. A mobiltelefon programnyelve az egy valami ZTE, vagy mi a másik még LTE, nem kell vele foglalkozni, mi csak kapjuk azt. Jó, tehát majd jön a mobiltelefon, és szépen beállítjuk, hogy magyar legyen önöknek, ne csalinkázzak jobb a balra. Én nem értem a magyar nyelvet, nekem csak angolul jó. Önöknek viszont magyar nyelven fogják megkapni. További félreértésekről. Tehát nekünk ez nem kell foglalkozni, nincs Windows alapú mobiltelefonrendszer, össze-vissza van minden. Jelenleg szeretném mindenkivel tudatni, bármilyen ilyen okos, ezt úgy hívják, hogy okostelefon, az nem mobiltelefon, hanem okostelefon használ, ez egy nagy rakás szar, az enyém is. Mindenféleképpen Android rendszerű mobiltelefont használunk, teljesen mindegy, hogy milyen ikonrendszert találtok rajta, jó? Tehát teljesen mindegy, még Android rendszerű a problémákról, mert most nem erről van szó, a problémákról. Nem is van egy ilyen. Ezt hagyjuk, jó? A podcastást hagyjuk. Ez milyen rendszerű? Fogalmunk nincs, nem a miénk, ez kínai rendszerű. Vissza kell, hogy vigyem majd a szervizbe. A problémákról most szerintem le van merülve, igen. Van-e hozzá egy töltőm? Nem nagyon tudjuk használni. Visszaviszem a... Nekem meg kellett csináltatnom. Rengeteg pénzbe került. Folyamatosan betörik ez a rész. Megpróbálj megkopogtatni. Az a probléma, hogy se nem üveg, se nem műanyag. Nem tudom, halljátok? Ez a körben mióta, ez nem működöm. Tehát se nem üveg, se nem műanyag, nem tölt be, nem ezzel van a probléma. Kiszárad itt a sarokba, mert nagyon-nagyon csúcsos. Kiszárad a sarokba, és ha valaki mérnök nagyon jól tudja, emiatt az általános hatás miatt így megroppan. Nem kell foglalkozni, egy csomó mondja, hogy középen történt, akkor lehet, hogy hozzáért a kulcs vagy valami. Tehát a kiszárolni érzékeny lesz, be kell rakni ilyen tokba ezeket. Nem tudom, hogy tudjuk-e használni, mert visszaviszem a rendőrkapitányunkhoz, megkezdem tőle. Ezekkel a probléma, az összes ilyen telefonnal, a Huawei-nél is szokott ilyen lenni, de legfőképpen ezeknél, ami Apple, vagy hogy hívjátok, iPhone, nekem mindegy, hogy hívjátok, ezekkel a probléma. Elfoglalja egy Apple ID.